Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... A Ildikó, aki nem fogom számon kérni az ellenzék cselekedeteit, hisz ő csak szimpatizás ma, és megpróbálja megmagyarázni a lehetetlen. Ebbe kérem ma is a segítségét, hogy magyarázza meg nekünk, hogy mi vár ránk. És nem fogom traktálni őket a mai lapok címoldalaival, mert azok nem túl fényesek, de azért megkérdezem, hogy miért van ez így, ha egyáltalán így van. Kezi csoklom, szép jó reggelt, kívánok. Jó reggelt kívánok. Annál is inkább nyugodtan kérdezem, hogy azt mondta, hogy hát nem az ellenzékhez tartozom már, szimpatizáns vagyok, csak az ellenzék mi vagyunk. Az ő választói, nekünk kell a saját politikusainkon is számon kérni, ha baj van, de nem tolhatjuk ezt másra. Igen, akkor például az emberek miért nem mennek és miért nem oltatják be magukat, hisz felelősek vagyunk nem csak önmagunkért, hanem embertársainkért is. És ha valaki ateista vagy istenhívő, az ateistáknak oda van a társadalmi felelősség, az istenhívőknek meg a 10 parancsolat, és az szerint mindenki be kellene, hogy oltassa ebben magát. Ebben nagyon egyetértünk. Azt hiszem, hogy ez nem olyan kérdés, ami kormányoldalt és ellenzéket megkülönbözteti, vagy ezért elválaszthatja. Ezért kérdezem öntől. Igen. Én nagyon híve volnék annak, azt hiszem, Karácsony Gergely ajánlotta még az előző hullám idején, hogy álljanak ki Orbán Viktor és az ellenzéki vezetők kézenfogva, és mondják azt, hogy mindenben vitatkozunk, szinte mindenben, de ebben az egyben nem. Tessék felelősen védekezni, tessék jelentkezni azért a harmadik oltásért is, vagy aki még ott nem tart az elsőért és a másodikért. Hát én azt hiszem, hogy az elsőért kéne azoknak, akik még nem második. Ők vannak a legnagyobb veszélyben, és ezért ők jelentik a legnagyobb veszélyt a így van, és ki lenne az, akinek a kezét meg kéne, hogy fogja most Orbán Viktor, és kiálljon vele, mert hát itt többen is vannak, akik az ellenzék vezérének, vagy az összefogás vezérének tartják magukat. Például? Hát például itt van a mai Magyar Nemzet címoldalán, bár azt ígértem, hogy nem idézek a lapokból. Új antiszemitizmuson kapták Márki-Zay Pétert, írja a Magyar Nemzet. Örülök, hogy szóba hozza. Miért kell, hogy állandóan mi bele legyünk keverve mindenbe? Vagy tényleg miért antiszemita lennének az ember? Bele... Ugyan ma. Azért, hogy hát az a Fidesz mond. Antiszemitázzon, aki soros plakátokkal rakta tele az országot, és eltűrte békésen, nézte, hogy azokra csillagokat, sárga csillagokat fessenek, az nekem ne antiszemitázzon. De ettől még nyilván mindenki vigyázhat minden oldalon a mondataira. Én ugye Márki-Zay Péter mondataiban antiszemitizmus nem láttam. Ő arra az ellenzéki körökben gyakran feltámadó illúzióra felelt, hogy attól, hogy mi többek között a sorosozás miatt úgy véljük mi az ellenzékben, hogy a Fidesz, ha nem is maga antiszemita, de hajlamos szemet hunyni, vagy nem érzékeny eléggé a probléma iránt, attól ne higgyük azt, hogy a Fidesznek nem lehetnek olyan támogatói is, akiket az antiszemitizmus pedig érinthet. Erre bazírozni butaság volna, ezt mondta ki. Ebben igaza van, hogy ezt lehet szebben vagy csúnyábban fogalmazni, ezen vitatkozhatunk. Drága elnök asszony, hány esztendőt töltött a parlamentben? Jó sokat. 20-at. Na most, hogyha eltöltött 20 esztendőt a parlamentben, és az egyetlen dolog, amit az ön szemére lehet vetni, illetve amit az ön szemére vetnek, mert én még nem vetettem, meg nem is hiszem, hogy fogom, mert nem voltam teljesen baki a dologban, meg akkor nem voltam itt, hogy figyeljenek oda a Gázárral kapcsolatban. De ha 20 év alatt nem találtak soha valami olyat, amivel címlapon lehetne szídni, vagy hibáztatni önt, akkor valamit jól csinál. Ez az ember nem 20 éve, hanem még egy éve sincs ott, ahol van, és mégis nap mint nap bocsánatot kell, hogy kérjen. Nem lehet, hogy az a különbség, hogy én nem voltam soha miniszterelnök jelölt? Ma egy ilyen éles, kijelezett küzdelem napjaiban, amikor a szimpátia szavazatok, tehát a közönkutatás szerint nagyjából fejfej mellett áll a két oldal, majdnem természetes,
hogy célponttá válik az ellenzék vezetője. Nem mondom, ezért neki is jobban kell vigyázni. De az, hogy nem én szerepeltem a címlapokon, hanem mondjuk akkor Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai Gordon, az nagyon természetes a funkciókülönbségek miatt. De önnek is sem kellett annyit magyarázkodni, mint őneki. Tehát itt valami nincs rendben. Ó, de hogy is nem, hogy Gyurcsánynak mennyit kellett, hihetetlen sokat szerencsétlennek, sokszor igaztalanul, sokszor azért, mert tényleg kicsit elhamarkodottan fogalmazott a szaúd-arábiai futballcsapattól az öregecskedő felelősségekig minden olyan, hát bakiát, de semmiképpen sem rossz indulatú bakiát a szemére hányták, amit egyébként békeidőben, ahol nem ilyen kiélezett hidegháborús viszonyok vannak, ezt nem tennék meg. Hidegháborús viszonyok vannak, azt mondja, nem anarchisztikus egy kicsit most már, ami történik itt a választások előtt? Hát anarchisztikusnak nem látom, mert a két tábor felállt. Sokkal anarchisztikusabb viszonyok voltak korábban, amíg az ellenzéki összefogás híján egy nagyon töredezett pártmezővel kellett számolni. De értem, hogy mire gondol. Én ezt nem gondolom. Arra gondolok, hogy egyszer már a szocialista SDS koalíció megbukott az egészségügy miatt. Na most ugyanazt hozza elő Márki-Zay, ahelyett, hogy odafigyelne arra, hogy az egészségügyi szakértők mit javasolnak neki. De hát azt hozta elő, mire gondol, hogy mit hozott hát elő? Hát ez ami... a teljes privatizálás az egészségügynek. De hogy mondta ilyet? Már ő maga ötször is száfolt, hogy egyáltalán nem mondott ilyet. Amit mond... Tehát akkor én álmodtam ezt éjszaka az álmomba, fél álmomba? Nem, a Magyar Nemzetet olvasta. Mert ő nem azt mondta, hogy a teljes, hát de mindegy, az ott jelentek, tehát nem vádolni akartam, csak mondtam, hogy onnan csak szedi. Nyugodtan én már mindent és nem az ő szavaiból. Kívülök. Azt mondta, és ebben igaza van, hogy a privát szféra már jelen van az egészségügyben. Maga hova jár fogorvoshoz? Gondolom, magánfogorvoshoz jár, ha jár. Miért van nem magánfogorvos? Igen, van, képzelje. És minnyáján a magánfogorvoshoz járunk már, aki egyáltalán valamit összetud. Én nem urizálni akarok, de a számból egy van, azt használom, az egész szervezetem ahhoz képest működik, hogy a fogai menjen. Annak ellenére, hogy nagyon sokan sajnos ezt nem tudják, hogy... De én nem szemrehányást akarok tenni, hogy magánfogorvoshoz jár. De én meg jár. Nem tudtam, hogy én van is. Nem magánfogorvos. Igen, képzelj el, van, a régi szót használom, STK, tehát az állami egészségügyben is fogorvos, nagyon áldozatkész emberek. De a szocializmusban sem az STK szemüveget hordtam. Igen, ezt értem. De mivel így vagyunk sokan, ha jobb egészségügyet akarunk, akkor válaszolni kell arra a kérdésre, hogy mi lesz a helye a magánegészségügynek, és mi lesz az úgynevezett államinak hát, a társadalom. Hát ki tudja, fizesse meg. Igen, és közben lerohad akkor a társadalombiztosítási. Erre mondja Márki-Zay, hogy ezt azt a viszonyt lehetne például olyan módon rendezni, hogy az a pénz, amit mondjuk az állami egészségügy kap, egy fogkezeléséért, ha már azt kezdtük el, mert ugye megvannak ezek világos. A normatívák, azt maga, aki egész életén át fizette és fizeti a biztosítást, most is fizeti, azt az összeget vihesse magával a magánellátásba, nem többet, azt az összeget, mert akkor talán nem csak maga meg én jutunk el a jó fogorvoshoz, hanem ha hozzá is kell tennie, mást is. Én ezt nemhogy nem hibásnak, hanem egy nagyon fontos gondolatnak jó, tartom. Jó, akkor lépjünk tovább. Ne lépjünk tovább az egészségügyön. Azon viszont valóban, tehát nem vagyok felháborodva, hanem ezen tényleg gondolkodni kell, azon viszont valóban föl vagyok háborodva, hogy noha kétségkívül vissza kell fogni a költségvetési kiadásokat, mert egy hatalmas pénzeső hull ránk, amelyet ha nem baj, azt se lopják el, szokták cinikusan mondani, de az árát nyilván megszorításokkal meg kell fizetni. De hogy járvány idején a megszorítások címszavai közé bekerüljön az egészségügy, hogy onnan is elvegyenek, az egész egyszerűen példátlan. Ezt nem értem, hogy elvegyenek jelen pillanatban pótolták a kórházak kintlevőségeit az utolsó centig. Valamint megvonták például magától is, még Budapestitől, azt a fővárosnak járó 10 milliárdot, amire aláírt megállapodása van, évi 10 milliárdot fővárosnak és Budapestnek az egészségügyre
adott 10 milliárdot vonták meg. Most eltekintve a főváros és az ország háborújától, most nem foglalkozom ezzel a politikai részt. Szerintem a főváros sem. És a, az egészségügytől elvonni? Hát nem is teljesen értem. Ígérem, hogy megpróbálom beolvasni magamat ebben is. Köszönöm. Mi a véleménye arról, hogy az ön pártja egy történelmi párt, kisebb-nagyobb névigazításokkal, hogy egyre fogyókúrásabb, kevesebbek lesznek, akik a listán bejutnak, és egyáltalán. Nem, a korábbi eredményhez képest nem lesznek kevesebben, tehát az MSZP-nek, ha lesznek külön frakciók, ha nem írják át még a házszabályt a Fidesz érában 52-szer, akkor nagyjából ugyanakkor a frakció... Arra már nincs idő átírni. Ha, hogy nem ismeri miniszterelnök helyettesünknek azt a... az álmatlanságra való szokását, hogy bármelyik éjjel megjelenik a parlamentben, benyújt egy törvényjavaslatot, és az 48 óra alatt átmegy, de nem hiszem, hogy át akarják írni, vagy legalábbis bízom benne. Tehát ha külön frakciók lesznek, akkor az MSZP-nek körülbelül akkora frakciója lesz, mint a jelenlegi, ezért nem aggódom. Akkor minek hatására erősödik a DK? Akkor kik lesznek kevesebben? Az ellenzék lesz többen. Az összellenzéki torta nő meg, ezt ha nyerünk, ha vestünk, azért már lehet látni a számokból, és azon belül nyilván a DK lesz, vagy úgy látszik a DK a legerősebb frakció, de az MSZP frakció létszáma hogy bírja ki ön, hogy azon kívül, hogy elmegy 2-3 televízióba, egyre kevesebb helyre pedig nagy a kívánságlista, több helyen is hiányolják önt, mi is hiányoljuk, hogy nem többet jár. Hogy bírja ki, hogy a véleményét nem mondja el sokkal többször, hisz ha, nagyon komoly véleménye van. Minden nap elmondom 15-ször a véleményemet. Van, mennyire amikor figyelnek erre oda? Van, amikor a televíziókban, van, amikor újságokban, a maga előtt fekvő Népszavában például heti rendszerességgel. Ilyen hiányom nincsen. Különben is nagylány vagyok már, ha az ajtón nem tudok bemenni, bekiabálok az ablakon. És sok ablak van, ahol bekiabálok. Mennyire veszik komolyan, mennyire változtatják meg az ön véleménye nyomán egyes dolgokat? Nyilván van ilyen is, és van olyan is, amikor mások véleménye ezt kioltja, de hát ez normális. Az is normális, hogy az ön pártja teljesen átalakulóban van, és nagyon sokan elmentek egy másik, mennyire voltak ők igazi szocialisták, ha most elmentek egy másik párthoz? Hát én nem örülök, hogy elmentek, de egy másik baloldali pártba mentek át, amelyiknek szintén baloldali szociáldemokrata eszményei vannak. Na de a miniszterelnök jelölt azt állítja magáról, hogy ő egy jobboldali, hogy lehet egy jobboldali, egy baloldali párt tömörülésnek az elnöke? Hát hogy ne lehetne? Ha baloldali, akkor meg azt mondhatnánk, hogy jobboldali ellenzéki szavazók is vannak. Ez természetes olyan helyzetben, amikor a számomra életfontosságú bal-jobb törésvonalat fölülírja egy másik törésvonal. Például az a törésvonal, hogy jogállami, demokratikus viszonyokat akarunk kiteljesíteni, vagy nem. Például az a törésvonal, hogy a nyugati, európai kultúrkörben szeretnénk-e maradni, vagy nem. Van de ilyen, az ország hogy ez több mint 80%-a amellett döntött, hogy bármi is legyen az Európai Unió tagjai maradni. Én erre figyelmeztetném naponta a kormányt is, hogy akkor ezt a szövetséget valóban szövetségnek kell tekintenünk, és nem ott feszegetnünk, ahol csak tudjuk. Rossz nekem magyarként látni, hogy állandóan mi vagyunk azok, akik ott ülünk Európa szégyenpadján, vagy ezért, vagy azért. Én békét szeretnék a szövetségeseinkkel is, meg az országban is. Tessék szíves kormány erre is figyelni. Meg van győződve arról, hogy mindenki el fog menni és részt fog venni a választásokon? Illetve hát sokkal... mindenki sosem megy. Igen, de hogy sokkal nagyobb arányban fognak részt venni, mint korábban? Ezt nem tudom, nem is vagyok biztos benne. A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy van egy mennyiség, egy bizonyos plafon a szavazási aktivitás tekintetében. Természetesen azt szeretném, ha a kérdése állítása változna, és minél többen elmennének. Mert nem csak joga az embereknek, hanem kötelessége is szerintem. Hát úgy érzem, hogy igen. Arra szokták mondani, hogy pénztártól való távozás után ne tessék reklamálni. Illetve aki nem ment el szavazni, az ne pampogjon, 4 évig maradjon csöndben. Igen.
Sajnos az órára nézek, és látom, hogy következik az én zsidó szemüvegem által, és szerintem objektív híradó, természetesen ha valakinek építő jellegű véleménye van, ne tartsa vissza magát, ragadjon tasztatúrát, vagy egy egyszerű tollat, írjon nekünk, vagy akár telefonáljon, csak könyörgöm, nem éjfél után. Nem maradt időnk, hogy megkérdezzem, hogy mi a véleménye azokra az ellenzéki pártokra, akik nincsenek benne a tömörülésbe, például az ISZOM-ra, és még sorolhatnám tovább, hisz ők is baloldalinak vallják magukat, de mindenre legközelebb várom a válaszait. Így legyen. Köszönöm szépen. Ildikót látták és hallották, az MSZP volt elnökét, és akkor jön a híradó. Tartsanak velünk, és a nap folyamán ne felejtsék el, hogy hétfővel lesz a Világ zsidó szemmel, és érdekesebbnél érdekesebb műsorok. Tudják, azért vagyunk, hogy önök soha ne legyenek egyedül. Jöjjön a híradó.